Naponta le fogom írni. Naponta elmondom, és megesküszöm rá. Másképp megtagadok minden vallomást. Jó reggelt. Miért csinálta velem éjjel ezt a szörnyűséget? Mit? Mi itt ketten vagyunk egy éjszakai erdőben. Ezért nekem tudnom kell, hogy a hátam mögé engedhetem el magát. Azt tetted, ami természetes. Légy szíves, mondd, hogy szeretsz. Hallod? Miért nem tudod ezt megtenni? Szeretsz? Szeretsz? Látod, milyen szörnyű? Csókolom, Sanyi bácsi! Csókolom, Sanyi bácsi! Sanyi bácsi! Sanyi bácsi! Föltörték a standot az éjjel! Leszünk mi még gazdó, Sanyi bácsi? Persze! Választottam egy orvost, olvasd a nevet? Doktor Szolga János. Oda megyünk a portáshoz. Ha bármi lenne, legyen nálad egy kis pénz. Előbb megtöröd a szemed. Jó. Csodálatos ez a leves. Hiába. Nincs jobb, mint a házi koszt. Maga nincs is itt, nincs is jelen. Csak az a mindig követelőző gyomra. Meg az a híres nevezetes férfiassága. Bólom magát, Mária. Három muszájt is láttam. Lefelé úsztak a Dunán. Takarítják a kávéházat. A Vilmos császár utat néhány mellékutca Ferdén keresztezi. A házak egymáshoz lapulnak, piszkosak, borosak. A sziget benyúlik a Margit híd alá. Ezt mind láttad? Be tudnám rajzolni az egészet. Hát akkor rajzold le úgy, ahogy láttad. De miért? Mert szép. Szép? Ugyan, bébé. Egy rakás füstös pala, cserép meg bádog darab. Ha ez szép, akkor minden szép. Péter, fejtsd csak meg úgy, ahogy láttad. De minek? Mi szükség van arra, hogy lefessem? Láttam. Nekem ennyi elég. Valamit kell csinálni az embernek az életben. De miért? Miért kellene?